A szervezők és a házigazdák nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, illetve a kedves megjelenteket, televízió nézőket a Közéleti szerepek és politikai életpályák a két világháború közötti Magyarországon című tudományos konferencián. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, korábbi földművelésügyi minisztert. Tisztelettel köszöntöm dr. Barta Róbertet, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének intézetigazgatóját. Tisztelettel köszöntöm Hubai Imrét, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnökét. Tisztelettel köszöntöm Sári Kovács Szilvia, alpolgármesterasszonyt. Tisztelettel köszöntöm Rózsa Sándor jegyzőurat. Tisztelettel köszöntöm a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestületének megjelent tagjait, valamint mai előadótársaimat. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Végül tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt és a kedves televízió nézőket, akik majd a képernyőn keresztül tekintik meg rendezvényünket. Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat köszöntő beszéde megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves konferencia résztvevői, mindenkit nagy szeretettel köszöntök itt Karcagon, a Nagykunság fővárosában. Egy olyan településen, amely büszke a múltjára, és élő múltja van neki, amely él a jelenben is. Itt a Városháza dísztermében, ha körbenézünk, miről szólna másról, mint ennek a településnek a múltjáról. Itt vannak körbe azok a híres és fontos emberek, akik a mi történelmünk, a mi múltunk részei. Mert pontosan tudjuk azt itt a Nagykunságban, hogy akinek nincs múltja, nem emlékszik a múltjára, annak nincs jövője sem. És a jelene is sivár. És a múltat nem azért kell tanulni, és nem azért kell tanulmányozni, mert egy érdekes, szép és izgalmas mese. Ezért is megérné már önmagában a történelemmel és a múlttal foglalkozni, hanem azért szükséges, mert erre tudjuk építeni a jövőt. Erre tudjuk építeni a jelenünket és az utánunk lévő fiatalok és nemzedékek jövőjét. És azt mondják, hogy a történelemből lehet tanulni, és kell is tanulni. Mert aki elmulasztja a történelmi ismeretek és a történelem iskolájának kijárását, annak nagyon nehéz és szomorú jelene és jövője van. Hiszen a történelemben minden meg van írva, ami van és ami lesz. Csak értően, szakértői szemmel, éles szemmel kell ezeket a történelmi eseményeket tanulmányozni. És a történelemnek vannak különböző szintjei, vannak különböző mélységei. És sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy a régmúlttal foglalkozunk csak. De nem tekintünk vissza egy vagy két lépéssel mögöttünk történt eseményekre, ami mai napig befolyásolják a politikát, a mindennapjaink életét. Nem tekintünk, és akár szégyen vagy nyomás, presszió miatt nem tekintünk vissza olyan eseményekre, amelyek fontosak számunkra. Olyan eseményekre, amelyeket felhasznált a politika, akár szégyenérzet keltésére, akár megbélyegzésre, és nem merjük kibeszélni. Ilyen a két világháború közötti időszak is. A két világháború közötti időszak Magyarország egyik legnagyobb teljesítménye volt. Azt mondjuk, hogy gyengék voltunk, meggyengültünk.
így igaz, de talpra is álltunk. Talpra álltunk, megerősödtünk. És a mai generáció és a jövő generációja is példát vehet erről az időszakról. Hogy lehet egy megcsonkított, legyengített országot talpra állítani, hogyan lehet a magyar nemzetet ismét jó pályára állítani. És hogyha ez a jó pálya néhány évtizeden keresztül tartott, ezt is tudjuk. Hiszen megtörtént, mint a már annyiszor megtörtént, hogy nagy birodalmak, hatalmas népek ölelésében újból elbuktunk. De erről szól a magyar történelem, és erről szól a jelen is. Hiszen mai napig, ebben a pillanatban is hatalmas birodalmak, hatalmas erőközpontok meccéspontjában van Magyarország. És ha nem tanulunk a két világháború közötti eseményekből, akkor ugyanúgy elszenvedhetjük azokat a hibákat, vagy azokat a tragédiákat, amiket akkor elszenvedtünk. És zárásként csak annyit mondanék a tisztelt konferenciának, hogy van az a sokak által ismert mondás, hogy a történelmet a győztesek írják, ami pontosan igaz. De én kijavítanám, a történelmet a történészek írják. És nekünk olvasni kell a történészek, az írástudók munkáit, mert ebből fogunk tanulni, az ilyen konferenciákból, megszülető gondolatokból, tudományos munkákból és következtetésekből. Én kívánom a konferencia minden résztvevőjének, az előadóktól kezdve az értő hallgatóknak, hogy tanuljunk. Tanuljunk, mert a történelem az élet tanítómestere, és életfogytig tanulnunk kell, hogy ezt az országot, ennek az országnak a hajóját jól tudjuk kormányozni, vagy akinek csak az a feladata, mint egyszerű evező munkásoknak itt a hajó fenékbe, hogy húzzuk az evezőt, és merjük a vizet. Mindenkinek jó tanácskozást kívánok! Én tisztelettel köszönöm képviselő úr gondolatait, és beleakaszkodva egy picit képviselő úr mondandójába. Valóban a történelemből lehet tanulni, és mivel a közönségben látok egyébként még közvetlenül az érettségi előtt álló fiatalokat, hozzáteszem, a történelemből kell is tanulni, de ez már egy másik tiszta. Tisztelettel felkérem Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat köszöntő, pontosabban megnyitó gondolatai megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a Horthy Miklós Alapítvány nevében. Köszöntöm képviselő urat, professzor urat, valamennyi kedves előadót, elnök urat, jegyző urat, alpolgármester asszonyt, a mai tanácskozás konferencia összes résztvevőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meggyőződésem, hogy a mai konferencia témaválasztása az kifejezetten jó és hasznos, hiszen egy olyan időszakával foglalkozik a magyar történelemnek, nevezetesen az 1920 utáni évtizedekkel, amelyek bármilyen hihetetlen, bár nem túl messzire vannak, de mégis rengeteg feltáratlan tényt, adatot, kevéssé feldolgozott emberi életutat tartalmaznak. Tehát egy olyan időszak a magyar történelemnek, amikor az országnak saját lábán kellett megállni, nem volt a monarchia része, nem volt idegen uralom alatt sem, és minden olyan kihívással szembesült, ami a két világháború között a gazdasági válságtól kezdve Trianonon keresztül különböző pénzügyi problémákon át háborús felkészülési időszaka volt, rendkívül nagy kihívást jelentettek. Tehát ezek mind-mind ember próbáló időknek a részei voltak, és ezért örülök annak, hogy a mai témák ezt a időszakot veszik alaposabban szemügyre. Azt is fontosnak tartom, hogy ma már talán megvan az a történelmi háttér, az az időbeli távolság, hogy meg lehet tisztítani az elmúlt évtizedekben, különösen 1990 előtt, azonban propagandisztikus céllal írott áltörténelmi munkáktól a magyar szakmai közvélemény közeműködésével a hazai közéletet, hiszen évtizedeken keresztül
konkrét kommunista propaganda célra gyártották tömegesen a ipari méretekben a történelmi feldolgozásokat. Tehát ezek a tényektől bizony elkanyarodtak. És ezen most, hogy már túl tudunk lépni, túl is kell lépni, olyan szabad a történelmi kutatást elősegítő viszonyok vannak ma Magyarországon. Fontos, hogy az emberek megismerjék a valódi történelmet, a valódi történéseket, mert csak ennek van értelme. Külön kell választanunk azoktól a propaganda munkáktól, a tényleges megtörtént eseményeket, azoknak a alapos elemzését, azoktól a propaganda munkáktól, amelyek eltorzítják a korszak megítélését, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy a magyar emberek akkor is dolgoztak, kiváló teljesítményeik voltak a Nobel-díjtól kezdve az ország helyreállításáig. Magyarország egy olyan irányba fejlődött, amely az európai mezőnyben is elismerést váltott ki, és talpra állt a trianoni traumából. Gyakran eljátszunk a gondolattal, hogy mi lett volna, ha nem jön a második világégés. Persze, sokan mondják, ez történelmétlen ez a fölvetés, de Magyarország mindenképpen abba az irányba haladt, a gazdasági mutatók tekintetébe, a közoktatás, egészségügyi állapotok tekintetébe, amely az európai fejlett és jómódú országok közé emelte volna. Magyarországnak a nemzeti összterméke 1920 és 40 között megduplázódott, rendeződtek a belső viszonyok, komoly fejlesztések, beruházások valósultak meg, és az igazság, hogy ezen alapult az 1950 utáni időszak, illetve a 1956 utáni időszak is ezeken az alapokon és tartáson, szakmai kidolgozott programokon nyugodott az oktatástól kezdve az iparon át a világcégek szintjét elérő magyar vállalkozásokig, és sorolhatnánk a példákat. Hát én bízom benne, hogy a mai nap segíti a tisztánlátásunkat, és bemutatja egyúttal azokat az eredményeket is, amelyeket a kutatás, a tudomány, a történettudomány tud most vonultatni. Én hasznos tanácskozást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, miniszter úr, megnyitó gondolatait. Tisztelettel felkérem a konferencia társszervezőjét, dr. Barta Róbert igazgató urat, köszöntő beszéde megtartására. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr, elnök úr, alpolgármester asszony, jegyző úr, kedves kollégák, tisztelt résztvevők! A Debrecen Egyetem és azon belül is a Történelmi Intézet nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a konferencián. Azért is, mert az intézetünk és a Karcagváros együttműködése, tudományos együttműködése több mint 5 éves. Az első ilyen konferencia 2018-ban került sor, akkor a monarchia széteséséről tartottunk egy nagy sikerű konferenciát, és az kötetben is megjelent. Aztán a mi közös munkánkat is keresztül húzta a Covid, mint mindenkinek az életét, de nem álltunk le. Tehát a Covid alatt megjelentek kötetek, lektoráltunk köteteket, szerkesztettünk köteteket, csak nem tudtunk személyesen találkozni, és ez a következő olyan találkozó, amivel tudjuk ezt a szakmai együttműködést folytatni, és én nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, nagyon sok embernek nagyon kemény munkája van emögött a konferencia megszervezése mögött. Nem titok, hogy a Debreceni Egyetemnek célja olyan hallgatók, leendő hallgatók toborzása és megnyerése, akik a mi hallgatóink lesznek, jó eredményeket érnek el, és kiváló eredményeket érnek el, és az sem titok, hogy a toborzási célpontjaink között az egyik fő fókuszpont az Karcag. És örömmel mondhatom, hogy nem csak töltem szakon, hanem minden más szakon, minden évben számos kiváló diákunk van, itt a nézők soraiban is itt ülnek ezek a diákok. Elsősorban egyébként természetesen a Nagykun Református Gimnáziumból érkeznek, de nem csak töltem szakra, hanem természettudományos szakokra, műszaki szakokra, orvosi karra. Tehát nem is kell mondanom, hogy miért érdekel a Debreceni Egyetemnek, hogy mindenféle kapcsolatot erősítsünk. De az együttműködés akkor jó, hogyha mindkét fél profitál a másikból, és kölcsönösen hasznot húz. Milyen hasznot húzhat ebből Karcag városa? Nyilvánvalóan azt, hogy a mi egyetemünkön végzett fiatal szakemberek, tehetséges szakemberek, remélhetőleg, vagy legalábbis egy részük visszatér a városba. És erősíti ennek a városnak az értelmiségét, mert tudjuk, és itt ülnek várospolitikus és városgazdálkodási szakemberek, hogy egy város működésének sok faktora van, gazdasági, stb., de talán az egyik legfontosabb faktor az, hogy legyen egy városnak egy fiatal, dinamikus
és hát a jövőbe látó és a jövőt építő értelmisége. Értelmiség nélkül egy város nem működhet. Ebben mi partnerek vagyunk, és azt gondolom, hogy a polgármester úr is mindig ebben partner. Ő most nem lehet jelen, de tudom, hogy teljes mellszélességgel és lelkesen támogatta ennek a konferenciának az ötletét. Az is tény, hogy az ilyenfajta rendezvények nem jöhetnének létre motorok nélkül. Az egyik ilyen motor, és nagyon büszkén mondhatom, Pintér Zoltán Árpád, akinek ugye a jelenléte mutatja azt, hogy működik az együttműködés, hiszen a mi hallgatónk volt, büszkén mondhatom, hogy a PhD-s hallgatón volt, és jelenleg ugye neves helytörténész, várospolitikus is, és rengeteget tesz azért, hogy az egyetemünk és a város kapcsolata szoros legyen. Úgyhogy köszönöm szépen neki, de nagyon sokan állnak még emögött a konferencia mögött. Miről lesz ma szó? Ugye közéleti szerepek és politikai pályák a Horthy korszakon, és ha megnézték a programot, akkor megpróbáltunk azért egy kicsit mélyfúrást alkotni, tehát olyan fajta szempontokat hozni a konferencián, amik nem az általános nagy éveit adják a Horthy korszaknak, és emiatt én még két dolgot szeretnénk hangsúlyozni. Az egyik az az, hogy itt vannak fiatal előadók. Tehát fiatal pályakezdő, vagy a pályájukat most elkezdett történészek, tehát övék a jövő, ugye semmilyen szakma nem működhet a fiatal utánpótlás nélkül, ez nagy örömre szolgál, és az is, hogy nem csak Debrecenből érkeztek történészek, hanem Budapestről is, tehát azért ez a téma és ez a konferencia ilyen szempontból nyitott. Elhangzottak az előző megnyitó beszédekben, hogy a Horthy rendszer egy nagyon frekventált, nagyon kutatott, és igazából bizonyos pontjait tekintve vitatott korszaka a 20. századi magyar történelmnek. Én azt gondolom, hogy az előadások során talán ez a faktor is hát élesebb fókuszba kerül. Én a konferencia résztvevőinek, előadóinak jó munkát, hasznos tanácskozást kívánok, és a hallgatóságnak pedig nagyon hasznos időtöltést. És még egyszer köszönöm Debrecen városának, a szervezőknek azt, hogy itt lehetünk, és meg tudom ígérni, hogy a jövőben is itt leszünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, igazgató úr, megnyitó gondolatait. Én hozzáteszem egyébként, hogy természetesen jól esett a dicséret, de én, ahogy szétnézek a teremben, látom, hogy több kiváló tanáromat, kiváló tanárok között mozogtam mindig is, és próbáltam példát venni róluk, és próbálok hasznos lenni a városomban. Tisztelt hallgatóság, bejelentem, hogy konferenciánk elején plenáris előadásra kerül sor. Tisztelettel felkérem professzor dr. Püski Levente tanárurat, hogy tartsa meg előadását. Tanár úr, én átadom a stafétát. Rendben, nagyon jó. Köszönöm szépen, itt, hogy elfoglaltam a pulpitusomat, és hát egyértelműen a közönség felé fordulva mondom mondani valómat. Óhatatlanul eszembe jutott egy anekdotikus, de valós, tehát nem általam kitalált történet az 1930-as évekből, amikor is a akkori felsőház egyik ülésén éppen Teleki Pál szólalt fel, és tartott beszédet, annyira belemelegedett a mondani valójába, hogy aztán teljesen a többi képviselőtársa felé fordult, és ugye nekik igyekezett elmondani a magas mondani valóit, amin aztán a házelnök úgy feldühödött, hogy magához hívta a ház jegyzőjét a következő szavakkal: menjen oda, és mondja meg neki, hogy a fene egye meg, ne fordítson hátat az elnöknek, és ne vegye semmibe a parlamenti illemet. Mire a jegyző odament Teleki Pálhoz, és halkan odasúgta, hogy az elnök úr annyira érdekfeszítőnek tartja az előadását, hogy legyen szíves részben felé fordulva mondja el a felszólalásának további részét. Most ezek után akkor most már a tartalmi részére, a mondani valómnak áttérve, rögtön felmerülhet a kérdés, hogy miért ezt a témát választottam. Ez részben felkérés alapján történt. Tehát az, hogy pont a 23-as év kerüljön fókuszba, erre felkérést is kaptam, és amikor az előadásomat állítottam össze, és foglalkoztam ezzel a témával, akkor jöttem rá, hogy azért itt van miről beszélni. Tehát remélhetőleg előadásom végén azért tudok olyan új elemekkel szolgálni, amelyek indokolhatják azt, hogy itt pont 1923, ezen belül is 1923-hoz kapcsolódva Bethlen Istvánnak, mint miniszterelnöknek a személye, tevékenysége, politikája kerül középpontba. Ha kiinduló pontot nézzük, és ugye ez a PPT anyag is innen indul igazából, időbelileg nyilván 1921 áprilisához kell visszanyúlnunk, amikor is Bethlen Istvánból miniszterelnök lesz. És a kezdeti időszakban Bethlen István számára, mint kormányfő számára
kulcskérdés jelentett az, hogy hogyan lehet egy stabil kormányzást kialakítani, és ennek a stabil kormányzásnak egyik alapvető tényezőjének, elemének tekintette azt, hogy egy iránta lojális és egységes és erős kormánypárt jöjjön létre. És ennek a megvalósításnak a kulcselemei, ezek be is következtek már 1922 első felében. Ezek ismert dolgok alapvetően, tehát csak megerősítem milyen szempontból nézve. Ide sorolható ugye 1922. februárjában az egységes párt létrejötte, utána egy új választói rendelet életbe léptetése, majd ennek alapján 1922-ben egy nemzetgyűlési választások megtartása. Ezek után 1922. június második felében meg is alakult a második nemzetgyűlés, így azt mondhatjuk, hogy az ezt követő időszakra vonatkozóan, tehát 1923-ra vonatkozóan is, elvileg azt lehetne várni, vagy azt lehetne feltételezni, hogy elindul, vagy kibontakozik egyfajta szélesebb ívű politikai reformprogram, vagy legalábbis ennek a megvalósítása elkezdődik. Érdekes módon azonban ez nem igazán történt meg, vagy legalábbis, ha megnézzük a tényszerűen az eseményeket, akkor nem igazán látjuk azt, hogy 1923-hoz valóban nagy horderejű reformokat lehetne kapcsolni. Olyannyira nem egyébként, hogy itt ugye szerepel is, hogy 1923-ban, ha a magyar törvénytárból indulunk ki, akkor 43 törvényt hoztak. Tehát mennyiségileg nem volt probléma ilyen szempontból nézve, volt foglalkoztatva a törvényhozás, voltak is feladatai, ezeket jelentős részben el is látta. Ezek nagyobb rész gazdasági és szociális kérdésekkel foglalkoztak, tehát alkotmányjogi dolgok nem kerültek igazából a törvényhozás elé, és a már említett gazdaságpolitikai témákon belül is az igazán nagy horderejű ügyek, azok nem 23-hoz, hanem 1924-hez kapcsolódtak. Itt kettőt lehet igazából kiemelni, ami fontos lehet. Az egyik 24-ben kerülnek tető alá a népszövetségi kölcsönnel kapcsolatos törvényjavaslatok, kerülnek elfogadásra, a másik pedig szintén 1924-ben kerül tető alá, még az 1920-ban elfogadott nagyatádi féle földreform törvénynek a kiegészítése, vagy annak a kibővítése. Talán a kibővítés, ami ugye földreform novellaként vált ismerté, nem biztos, hogy ismerős lehet a jelenlévők számára, de azért a 20-as nagyatádi féle földreform, ezt általában tudni szokták, szóval az sok minden dolog van, amit nem tudnak még akár fiatalok is a Horthy korszakot illetően, de tapasztalataim szerint van néhány dolog, ami rendkívül mélyen berögződik. Az egyik, hogy nagyatádi és földreform, igen, a másik meg az, hogy 21 és Bethlen-Peyer paktum. A másik ilyen dolog, ami a korszak elejéhez kapcsolódik, ez egy ilyen standard téma. Na, a lényeg minden esetre az, hogy a 23-as évvel kapcsolatosan nem igazán lehet ilyen nagy horderejű, főleg az alkotmányosság kérdésköréhez tartozó reform elemeket találni. És amikor 1923. júliusában egy esedékes törvényjavaslat tárgyalásánál az ellenzéki politikus Rassai Károly szólalt fel, akkor ő ezt szóvá is tette egyébként, és lényegében véve mozdulatlansággal vádolta a kormányzatot, és azzal vádolta, hogy számon kérte, hogy hol vannak ezek a nagyívű reformok, amiket most már igazán elindíthatna a kormány. És akkor... Hoppa, következő. Hoppa. Ez az, így van. És akkor felmerült persze a kérdés, egyáltalán milyen témák, milyen feladatok jöhetnek elő 1923-as évhez kapcsolódóan a Bethlen, illetve a Bethlen kormány számára. Természetszerűleg voltak olyan kérdések, amelyekre azt lehet mondani, hogy nyilván nem is akarták előhozni. Bár ellenzéki részről szívesen vették volna ennek a tárgyalását, én itt ezt hoztam fel első példaként, ez a kormányzói jogkör kérdése volt, de Bethlennek esze ágában sem volt ezzel foglalkozni, és semmi szándéka nem volt arra nézve, hogy ilyen jellegű reform elképzeléseket a törvényhozás elé tárjon. A másik, ami már aktuális a feladat lett volna, ez a vidéki önkormányzatok helyzetének a rendezése, hiszen erre vonatkozólag már korábban is álltak elő kormányzati részről reformelképzelésekkel, ezek akkor ad acta kerültek. Most 1923-ban személy szerint nem Bethlen, hanem a belügyminiszter Szitovszky előállt ugyan, vagy terve volt véve, hogy valami fajta reformokat elővegyenek, elsősorban a törvényhatóságok helyzetének a rendezését illetően, de ezek sem realizálódtak érdemben. Az egyetlen, ami realizálódott, mert hogy ez elkerülhetetlen volt 1923-ban, az az volt, hogy az önkormányzati testületeknek a mandátuma lejáróban volt. Ugye ne felejtsük el, még az első világháborút megelőzően voltak utoljára ilyen jellegű választások Magyarországon, és hát felmerült a kérdés, hogy akkor mi legyen ezzel. A válasz az volt, hogy törvényeket hoztak, amelyek kimondták, hogy a törvényhatósági bizottságok mandátumait előbb a 23-as év végéig meghosszabbították átmenetileg, majd 24-ben egy kormányrendelettel határozatlan időre meghosszabbították. Azaz azt mondták, hogy
nem foglalkoznak ugyanezzel a kérdéssel, de átmenetileg ezt a jogjézagot megpróbálják kezelni. Volt még egy kérdés, ami felmerült persze ennek kapcsán, hogy lehet-e akkor a megüresedő helyeket illetően választásokat tartani, azaz időközi választásokat tartani, nem parlamenti időközi, hanem az önkormányzati testületekben megüresedő helyeken időközi választásokat tartani. Erre vonatkozólag azonban nem történt érvényes szabályozás, a gyakorlat pedig azt mutatta, hogy lényegében rá volt bízva az érintett testületekre, hogy tartanak-e ilyen választást, vagy nem tartanak ilyen választást. És akkor itt merül fel a kérdés ezek után, hogy milyen egyéb feladatok maradhatnak. Például egyik ilyen kérdés lehetett volna, hogy a két kamarás parlament visszaállításának az ügye, vagy a választójog reformjának az ügye, hiszen egy választójogi törvény még mindig nem volt. Nos, a válaszom erre az, hogy bár ezek ugyan felmerülhettek volna, de enélkül is egyéb fontos kérdések is voltak, amelyekkel a kormányzatnak és személy szerint Bethlen Istvánnak is szembe kellett nézniük. Mik lehettek ezek a fontos kérdések? Nos, én itt a témavázlatomban ugye ezt emeltem ki, 20-as évek elején járunk, amikor is Magyarországon gyakorlatilag egy évek óta tartó és krónikus gazdasági és nagyon súlyos gazdasági válsághelyzettel kell szembenézni. Ez, azt kell mondanom, annyira evidens állítás, hogy ennek a bizonyítására nem is kell itt most ebben az esetben különösebben időt fordítanom, de ez kétségtelen volt, hogy a talpraállás kérdése, tehát az, hogy valamilyen formában stabilizálni kell a gazdasági viszonyokat, ez óhatatlanul alapvető feladatként, alapvető kérdésként merült fel. És ha viszont ez így van, akkor ugye jön a kérdés, hogy ez miért, vagy milyen szempontból bírhatott ez kormányzati szempontból is jelentőséggel. Bethlen számára itt két tényező volt, ami itt igazán gondot jelentett, ami ilyen szempontból igazán jelentősége volt. Az egyik tényező az, hogy politikai tényező. Bethlen úgy fogalmazta ezt meg, és most őt idézem, hogy ha nincs meg a gazdasági életnek a stabilitása, idézet, akkor a társadalom széles rétegei szenvedéseknek vannak kitéve, addig ez az állapot melegágya lesz azoknak az egzisztenciáknak, amelyek készprédái minden destruktív politikának. Más megfogalmazásban tehát arra akart utalni, hogy amennyiben nem történik valami fajta számottevő előrelépés és javulás gazdasági téren, akkor annak politikai szempontból, kormányzati szempontból nagyon súlyos negatív következményei is lehetnek. A másik tényező, ami miatt ezzel muszáj volt foglalkozni, az egész egyszerűen az, hogy ez a válsághelyzet a kormányzatot is és a törvényhozás tevékenységét is rendkívül erőteljes mértékben leterhelte. Ugyanis normális körülmények és normális viszonyok közepette, és ez ma is így van egyébként, ugye a kormányzat pénzügyi gazdálkodása és tágabb értelme az állam pénzügyi gazdálkodása az költségvetések alapján történik, éves költségvetések alapján történik. Ez a korszakban is így volt. Pontosság kedvéért hozzá kell tenni, hogy akkor még a 20-as években ez úgy működött, hogy minden év július 1-jével kezdődött az éves költségvetés, és következő év június 30-ával ért véget. Hogy miért, erre most nem térek ki, akit érdekel, utána lehet ennek egyébként nézni. Ez azt jelentené elvileg, hogy akkor a kormány is természetesen minden év tavaszán előterjeszti az esedékes költségvetési törvényjavaslatát, azt letárgyalják a törvényhozásban, pont. De éppen a válsághelyzet miatt és a súlyos helyzet miatt erre nem igazán nyílt lehetőség, hiszen mire elkészítették volna a költségvetést, a számadatok már rég irreálisak lettek volna, és rég teljesen értelmetlen lett volna letárgyaltatni. Ilyen körülmények között egyetlen egy lehetőség kínálkozott, rendkívüli felhatalmazásokat kérni a törvényhozástól, és ezt is csinálta a kormányzat. Ez azt jelentette, hogy mindig féléves felhatalmazásokat kértek, ennek van egy szép szakneve, ezt úgy hívják, hogy indemnitás. Az azt jelenti tehát, hogy megkérték ezeket a féléves felhatalmazásokat, ehhez is törvényjavaslatot kellett benyújtani. Nagyjából úgy működött, hogy a év első felére vonatkozóan mindig előző év végén kérték ezt a felhatalmazást, év második felére vonatkozóan pedig az adott év közepén kérték. Csak hogy indemnitási felhatalmazást kérni, ez olyan, mint költségvetés tárgyalni, tehát ott aztán bármiről lehet beszélni. Más megfogalmazásban ezt úgy kell értelmezni, hogy a tárgyalt időszakunkban a törvényhozás munkájának egy jelentős részét az vitte el, és azzal telt el, hogy tárgyalták az esedékes indemnitásokat. Olyannyira egyébként, hogy néhány adatot erre vonatkozóan hadd hozzak, egy korabeli statisztika szerint 1922. júniusa és 23. decembere között a tárgyalt időszakban a parlament munkájának 36%-a esett az indemnitásokra. Tehát egy harmada. Bethlen szerint még durvább volt a helyzet. 22 közepétől 1923. július végéig, tehát egy év alatt 200 ülést tartotta
a nemzetgyűlés. A 200 ülésből 102 ülés foglalkozott valamilyen formában indemnitási kérdésekkel. Nyilván ez így abszurd dolog, tehát így nem lehet parlamenti munkát és kormányzati munkát sem folytatni, ha mindig ugyanarról és ugyanazokkal a kérdésekkel kell foglalkozni. Ebből következett tehát, hogy az egyik feladat, amivel szembe kellett nézni a kormányzati téren, az a pénzügyi konszolidáció. Itt a szakirodalmakban rendszerint elő szokott jönni egy tágabb megfogalmazás és meghatározás is, amit úgy neveznek, hogy gazdasági élet konszolidációja. Pontosítsunk, ez így nem igaz. Diktatúrákban lehet ilyet csinálni, mert ugye akkor nyilván minden állami feladat, de azért a 20-as években ez nem így működött. 20-as években azért ez egy magán, ez piacgazdasági rendszer volt alapvetően, ami azt jelentette, hogy ami igazán állami feladat volt, elsődlegesen az részben a vámpolitika, a részben, ami legalább ennyire fontos, az államháztartás egyensúlyának a biztosítása. Tehát ha precízen akarunk fogalmazni, akkor itt alapvetően egy pénzügyi konszolidációról volt szó, ami döntően az államháztartási egyensúlyt jelentette, és ezzel kapcsolatosan elég hamar egyértelművé vált, nagyjából 22 végére, hogy ez alapvetően külföldi tőke bevonásával képzelhető el, enélkül nehezen megvalósítható. Így értelemszerűen Bethlen István is 22 végétől kezdve, lényegében 1923-as év alapvetően ezzel telt el, hogy az erőfeszítéseit arra összpontosítsa, hogy valamilyen módon külföldi kölcsönt szerezzen, ehhez a külföldi kölcsönhöz pedig elengedhetetlen volt a Népszövetségnek a közreműködése. Félreértések elkerülése véget, megint az ifjúságnak is mondom, nem azért, mert mintha a magyar kormány egyetlen fillért is kapott volna a Népszövetségtől, ez soha szóba nem került. Pusztán azért annak volt jelentősége, hogy ahhoz, hogy a kormányzat külföldi kölcsönt vegyen fel, lényegében államkölcsön útján, úgy, ahogyan ez ma is bevett gyakorlat, ehhez viszont kellett a Népszövetség támogatása és hozzájárulása, többek között a jóváltétel kérdésének a rendezése miatt is. Tehát a Népszövetség megkerülhetetlen volt, de nem a Népszövetségtől kapta volna a kölcsönt a magyar kormányzat. És a 23-as évben azt kell mondanunk, hogy a Bethlen munkájának nagyobb részét valóban ezek a problémák és ezek a nehézségek ölelték fel. Ez viszont összefüggésben állt egy másik kérdéssel, amelyet előre nem igazán lehetett látni, de mégis felszínre került 1923-ban, ez pedig a kormánypártnak, az egységes párt belső egységének a megteremtése. Bethlen politikáját lényegében véve belülről két irányzat oldaláról érte igazán kihívás. Egyrészt az agrárdemokraták oldaláról, másrészt pedig a jobboldali radikálisok oldaláról. Leegyszerűsítve úgy is mondhatnám, hogy Nagyatádi csoport, Nagytáti Szabó Istvánra utalva, és Gömbös csoport. Itt persze rögtön felmerülhet a kérdés, hogy vajon nem apológia egy utólag visszavetítve, hogy Gömbösnek már ekkor ilyen nagy fontosságot, Gömbös Gyula személyének ekkor ilyen nagy fontosságot tulajdonítunk. Erre az a válaszom, hogy nem, két okból sem. Egyrészt, ami Gömböst kiemelte a kormánypárton belül az elbarátai köréből, az az, hogy azért volt egy fontos, viszonylag fontos pozíciója, ő volt az egységes párt ügyvezető alelnöke. Ez az egyik tényező, a másik tényező pedig, hogy a kortársak is így kezelték a csoportot. Tehát ha a korabeli sajtót megnézzük, akkor ők is valóban Gömbös Gyula személyét kiemelten kezelték, és kiemelt fontosságot tulajdonítottak az ő személyének. A kettő közül elég világosan látszott már kezdettől fogva, hogy a fajvédők voltak az aktívabbak, ők követeltek átfogóbb reformokat és változásokat, ők gyakoroltak átfogó kritikát a kormánypolitikával szemben, így értelemszerűen Bethlennek is elsősorban velük kellett foglalkozni. A szakirodalomban visszatérő megállapítás az, hogy a fajvédő csoportnak a Bethlennel szembeni kritikájában és a szembenállásában elég nagy szerepe volt annak és jelentősége volt annak, hogy a fajvédő csoport szembe helyezkedett és szemben állt a népszövetségi kérdése, a népszövetségi kölcsönnel. Másképp fogalmazva, ezt egy szakmunkából veszem az idézetet, idézem, Gömbös mindenekelőtt élesen ellenezte a népszövetségi kölcsön felvételét, idézet vége. És az egyik mondani való, mint az előadásban az az, hogy bár ugyan van összefüggés a kettő között, de ez egy elég laza és tárgy összefüggés, és éppen Gömbös Gyula volt az, akinek a kormány kritikájában aztán a népszövetségi kölcsön ügye eléggé másodrendű szerepet játszott, azaz a konfliktus nem alapvetően e körül zajlott és e körül folyt ebben az időszakban. Más megfogalmazásban tehát az én értelmezésem szerint 22-vel kezdődően egy fokozatosan éleződő küzdelem zajlott le, amelynek egyik oldalán Bethlen István állt, mint pártvezető és miniszterelnök, másik oldalon pedig Gömbös Gyula és a mögötte a kormánypártban elhelyezkedő fajvédő csoport, és itt lényegében véve egy nagyjából 3/4 éves, fokozatosan eszkalálódó, kiéleződő politikai küzdelemről lehetett beszélni, amelyben azonban a kölcsönügy egy nagyon másodrendű és harmadrendű szerepet játszott. Miről is van szó?
És akkor most jön, amiről ugye beszéltem, és akkor most következne az, hogy melyek azok a fő elemek, amelyek ennek a politikai küzdelemnek a részét képezték. 1922 első hónapjával lehet indítani az egységes párt megalakulásával. Erre az a válaszom, hogy Gömbös és Bethlen között úgy tűnik, hogy igazából nincs érdemi konfliktus, sőt, mintha látszólag nagyon nagy összhangban és együttműködésben tevékenykedtek és dolgoztak egymással. Következő állomás, 1922 a nemzetgyűlési választások. Na itt a választási kampányban már mutatkoztak különbségek. Már látható volt az, hogy másról beszélt Bethlen István, máshova helyezte a hangsúlyokat Gömbös Gyula, és különösképpen ott volt érzékelhető Gömbös kapcsán, részben a zsidókérdés, részben a gazdaságpolitika kapcsán, de nem a kölcsönügylet miatt, hogy itt azért komoly számottevő véleménykülönbségek vannak közöttük. De, és ez a konklúzióm, ha megnézzük a tényleges viszony kettejük között, akkor lényegében véve Bethlen átsiklott ezek felett, és úgy is mondhatnám, hogy nem igazán reagált ezekre a véleménykülönbségekre. Következő állomás 1922. szeptembere, amikor is Gömbös Gyula próbálkozott azzal, hogy egy pártokon átnyúló szervezetet hozzon létre a saját maga támogatására. Ez hivatalos néven Egyesült Keresztény Blokk néven vált ismerté. Bethlennek erre az volt a válasz, hogy nem küzdött nyíltan ez ellen, hanem gyakorlatilag igyekezett fokozatosan elhallasztani igazából ennek a szervezkedésnek a létét, így is történt egyébként. Hivatalosan semmi tiltakozás nem történt, de a színfalak mögött gyakorlatilag elhalt ez a bizonyos szervezkedés. Még mindig 1922-nél őszénél maradva, vélhetően Gömbös sugalmazására Bethlen egy felhívást bocsájtott ki a vidéki közigazgatási vezetők felé, amelynek az lett volna a lényege, hogy az egységes pártot egy modern tömegpártá alakítsák, formálják át. Ez valószínűleg Gömbösnek lehetett a veszőparipája, Bethlen elfogadta, majd utána hagyta, hogy szép csendben előjön ez a kérdés, gyakorlatilag semmit nem kett ennek a realizálása és megvalósítása érdekében. És így jutunk el a mi évünkhöz, 1923 tavaszához, amikor is 23 márciusában már egy kifejezetten felélénkülő jobboldali radikális szervezkedésről lehetett beszélni. Márciusban már különböző radikális ifjúsági szervezetek már utcai megmozdulásokat kezdeményeztek és indítottak el, például a Turulszövetség és más egyetemi bajtársi egyesületek. Maga Gömbös Gyula is megszólalt, és a sajtóban már nyilvános kritikát gyakorolt a bethleni politikával szemben, bírálta Bethlennek az úgynevezett középutas politikáját, plusz igyekezett felkarolni a földreform kiszélesítésének a gondolatát, ami nem volt véletlen, mert ezen keresztül együttműködést szeretett volna keresni értelemszerűen Nagyatádi Szabó Istvánnak a csoportjával, akik szintén láthatólag kritikákat fogalmaztak meg, főleg az agrárkérdés kapcsán a bethleni kormányzat felé, a bethleni kormányzat irányába. Mi erre Bethlen István válasza? És most itt tartunk. Bethlennek igazából az volt a válasza, hogy egy differenciált választ adott. Az utcai megmozdulásokkal szemben határozottan és keményen fellépett, vagy pontosabban engedte a rendőrségnek a határozott és kemény fellépését. Egyik oldalról nézve. Másik oldalról nézve, ahogyan itt ugye a pillanat, mert a szemüveg nélkül nem tökéletesen látom a dolgot, megvan, így van. A másik Nagyatádiék leválasztására tette egy kísérletet, ami egyértelmű kísérlet volt, bedobta a köztudatba azt, hogy ők igenis készek arra a kormányzati részről, hogy felülvizsgálják a korábbi 1920-as földreform törvényt, és nyitott ennek a kiszélesítésére. Másképp fogalmazva, meglebegtette a földreform kiszélesítésének a gondolatát, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy kormányzati részről megindultak az előkészítő munkálatok egy ilyen törvényjavaslatnak a kidolgozására. A következő elem pedig, amit ugye szerepel a pontban, pillanat, megvan. Áprilisban összehívta az Egységes Pártnak, április 11-ére az Egységes Pártnak az értekezletét, amelyen ez azért volt nagyon lényeges, mert hogy itt már nyílt kritikákat és támadásokat kapott Gömbös Gyula, és ami nagyon lényeges, teljesen egyértelmű módon olyan határozatot fogadtak el, amely határozat kimondta, hogy a párt tagjai, a párt vezető emberei nem állhatnak a nyilvánosság elé a kritikájukkal. Tehát ha valami bajuk van, akkor ezt tegyék szóvá a párton belül, de ne kifelé álljanak elő ezzel, és ezt egyöntetűen sikerült elfogadni. És ami lényeges dolog, Bethlen magára is vette a kritikát, tehát tudta jól, hogy ez neki szól alapvetően, és ami fontos dolog, tehát itt már egy nyílt egyértelmű fellépés volt Bethlennel szemben, vagy Gömbössel szemben, és Gömbös kénytelen kelletlen, de tudomásul vette ennek a párthatározatnak a megszületését. Következő állás, vagy következő állomás, május 23-át emeltem ki, ez a kölcsönügyletekkel kapcsolatos tárgyalás volt. A Jóvátételi Bizottság ekkor egy ülést tartott, amely ülésen
a Bethlen kormánynak a javaslatát a nemzetközi kölcsönfelvételére vonatkozóan lényegében véve elutasították. Ez miért volt olyan fontos? Ez azért volt nagyon fontos a témánk szempontjából nézve, mert hogy ugye a tankönyvekben úgy tanuljuk még, vagy úgy tanuljuk, és ez így is van a végeredmény szempontjából nézve, hogy a Népszövetség áldását adta a magyar kormány kölcsönkérelmére, de ezért nagyon határozott és egyértelmű feltételeket támasztott, és a feltételek között szerepelt az, hogy többek között Magyarországnak ígéretet kellett tennie a trianoni békeszerződés betartatására, és bizonyos szuverenitást korlátozó tevékenységekre is. A szuverenitás korlátozása pénzügyi szuverenitás korlátozására is vonatkozott, Népszövetségi ellenőrt küldtek ki Magyarországra például, és arra is vonatkozott, hogy a Népszövetség jogosult, hogy például a trianoni béke katonai előírásait és korlátozásait is ellenőrizze Magyarországon. Más megközelítésben tehát, nem akarom ezt sokáig ragozni, a végeredmény valóban az volt, hogy Magyarország megkapta a Népszövetségi kölcsön, de ezért kemény szuverenitás korlátozó lépéseket kellett vállalnia. Azért hoztam elő ezt a május 23-i döntést, mert hogy itt erről még szó sem volt. Ezt általában kevésbé szokták hangsúlyozni, de valójában a Bethlen kormány csupán azzal a kéréssel fordult a Népszövetség felé, hogy oldják fel az állogjogot az állami bevételekre, amelyeket a jóváltétel fizetésének a garanciájaként tett meg a Népszövetség, és ha ez megtörténik, akkor a magyar állam minden további nélkül vehet fel nemzetközi kölcsönt. Más megfogalmazásban tehát itt szó sem volt szuverenitás korlátozásról. Valójában itt pusztán arról volt szó, hogy a Népszövetség minden előzetes feltétel nélkül tegye lehetővé azt, hogy a magyar állam egy nemzetközi kölcsönnel stabilizálja a pénzügyi helyzetét. Ezen a nevezetes május 23-i ülésen, amin egyébként Bethlen is ebben közreműködött itt valamilyen formában, ezen, mint ismeretes, a francia álláspont győzött, amely francia álláspont azt mondta ki, hogy nem adják meg így Magyarországnak a lehetőséget a kölcsön felvételére, és ha lesz is ilyen lehetőség, akkor ennek nagyon komoly politikai és egyéb pénzügyi feltételeket fognak ezzel kapcsolatosan támasztani. Bethlen hazajött, tájékoztatta a közvéleményt, és a kormánypártot is ennek az eredményéről, az ő első akciójának mondjuk így inkább a negatív eredményéről, és mi az érdekes, ami mi szempontunkban is, de Gömbös erre nem reagált. Tehát láthatólag, mintha ez nem is lett volna annyira kardinális és annyira fontos kérdés igazából a számára. Sőt, ha megnézzük a kormánypárton belüli fajvédő csoportnak a felszólalását, akkor egyetlen egy politikus volt, akit láthatólag foglalkoztatott ez a téma, ez azonban nem Gömbös Gyula, hanem Eckhardt Tibor volt, de ha megnézzük Eckhardt felszólalásait, ott sem volt teljesen egyértelmű, hogy ő mit akar igazából a kölcsönügylettel kapcsolatosan, hogy most ezt ő elvből elutasítja, vagy csak a politikai feltételeket utasítja el. Tehát az volt látható, és ez a konklúzió igazából, hogy itt vagyunk június elején, június első felében, és Gömbösnek még mindig nincs a nyilvánosság felé semmiféle konkrét álláspontja arról, hogy mi is a baja igazából, vagy van egyáltalán baja ezzel a bizonyos külföldi kölcsönfelvétellel. De Gömbös Gyula június első felében ismét aktivizálja magát, erőteljes kormánykritikát gyakorol, amelynek középpontjában egyrészt a zsidó ellenes intézkedések meghozatala, másrészt pedig egy radikálisabb földreform követelése áll. Olyannyira egyébként, hogy idézet, ez itt szerepel is egyébként ebben a bizonyos PPT anyagban is, például ilyen követelése is van, és ez az elég jól alátámasztja, idézem, ez Gömbös kijelentése volt, igénybe kell venni általában véve minden 10 000 holdon felüli nagy birtokot. Természetesen erre Bethlennek is lesz válasza, és ahogyan néztük eddig a folyamatot, úgy láttuk, hogy egyre erőteljesebb a bethleni válasz, ez az erőteljes bethleni válasz ebben az esetben teljesen egyértelmű, Gömböst perifériára kell szólítani a pártban. Más megfogalmazásban felszólítja Gömböst arra, mondjon le az ügyvezető alelnöki pozíciójáról, amire Gömbösnek végül az a válasza, hogy június 19-én nem vállalva nyílt küzdelmet, és egyelőre a kiválást lemond. De ami lényeges, Bethlen részéről még mindig szó sincs arról, hogy kizárná Gömböst a kormánypártból, szó sincs arról, hogy ellenzékbe akarja kényszeríteni. Hogy mennyire nem, erre nézve egy karcagi vonulatát is elmondanám a történetnek, ugyanis amikor ez megtörténik az egységes párt ülésén, akkor Bethlen erre nem reagál, de reagál Csontos Imre, aki akkor éppen karcagképviselője volt, felszólal, hát azért higgyük el, Csontos Imre
nem volt az Egységes Párt prominens alakja ebben az időben, és agilitásával sem tüntetett. Valószínűsíthető, hogy nem önmagától szólalt fel, hanem gömbös szavait, vagy Bethlen szavait tolmácsolta, Bethlen üzenetét tolmácsolta, a bethleni üzenet pedig úgy szólt, hogy ő a maga részéről nagyon sajnálja, hogy így alakult ez a helyzet, de reméli, hogy azért Gömbös továbbra is hasznos tagja marad, és a fajvédőcsoport is hasznos tagja marad a kormánypártnak. Azaz más megfogalmazásban szó sem volt ekkor sem arról még, hogy Bethlen kiebrudalná úgymond őket ebből a bizonyos kormánypártból. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi volt ennek a győzelemnek a háttere, itt már sok újat igazából nem tudok mondani, kétségtelen, hogy egyrészt ebben szerepet játszott, hogy a pártokon túli együttműködés kudarcot vallott, Hortit nem sikerült megnyerni támogatóként, és sikertelen volt a kisgazdacsoport megnyerésére irányuló törekvés is. Itt a párhuzam elég világos és egyértelmű, hiszen ugye jól láttuk, hogy nem véletlenül hozza elő június első felében Gömbös Gyula pont a földkérdést és pont az agrárkérdést, ami nyilván Nagy Atáliék felé szóló üzenet lett volna, hogy őket próbálta volna igazából ezzel megnyerni. És akkor így jutunk el a történetnek, majdhogy nem a végkifejletéhez, augusztus 3-ához, amikor is a fajvédőcsoport, és hangoztatom, a fajvédőcsoport válik ki. Ők döntenek úgy, hogy ezt megteszik, valójában ezt nem Bethlen kezdeményezi, nem Bethlen kényszeríti igazából ezt a kiválást, hanem ők teszik meg lényegében véve, és úgy is mondhatnánk, hogy ennek a hátterében én ezt úgy fogalmaztam itt meg, és ezzel már a következőhöz részemhez lépek ide, hogy mint ahogyan láttuk konklúzióként, a kölcsönügy megint nem játszik szerepet a konfliktus kiéleződésében. Ellenben, ami szerepet játszik, az az, hogy augusztus elején úgy ítélte meg Gömbösi és csoportja, hogy annyira súlyos az országban a szociális helyzet, a szociális feszültség, a gazdasági válság, hogy ez kellő alapot jelenthet adott esetben arra is, hogy ők ellenzékbe vonuljanak és ellenzékből politizáljanak. Ha aktuál politikai szempontból nézem a helyzetet, akkor ez nem volt rossz helyzetértékelés. Ezt általában nem szokták hangoztatni, de pont akkor, amikor Gömbösék bejelentik a kilépésüket, pont akkor fordul elő, hogy Magyarországon a korszak legnagyobb vasutasztrájkja zajlik le. Tehát aktuális szempontból nézve nem alaptalan ez az értékelés, ha viszont középtávon és hosszú távon nézzük, akkor kiderül, hogy ez egy teljesen rossz, téves helyzetértékelés volt, és valójában éppen hogy a folyamatok abba az irányba fognak majd közép és hosszú távon mutatni, amelyek konszolidálni fogják az ország pénzügyi helyzetét, stabilizálni fogják a gazdasági termelést, tehát ilyen értelemben néve közép és hosszú távon teljesen tévesen döntöttek, vagy rosszul döntöttek a fajvédők akkor, amikor úgy döntöttek, hogy kilépnek a kormánypártból. De ami lényeges konklúzióként az az, hogy ebben semmiféle szerepe nem volt érdemben a nemzetközi kölcsön ügyének, és ez indokként, érvként nem játszott szerepet Gömbösség kiválásában, és egy másik konklúzió, ugye ezt nem Bethlen kezdeményezte. Valójában ő nagyon jól megvolt azzal eredményként, hogy Gömbösséget háttérbe szorította, és úgy gondolkozhatott logikusan, hogy ebből talán Gömbösség tanulnak, beállnak a sorba, és készek lesznek idővel támogatni a bethleni kormánypolitikát. Ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert ebből a gondolatmenetből vagy megközelítésből sokkal logikusabbnak és érthetőbbnek tűnik az, hogy később 1928-ban Bethlen miért fogadja vissza minden további nélkül Gömbös Gyulát és azokat a fajvédő politikusokat is, akik feladják az ellenzékiség politikáját és úgy döntenek, hogy visszaállnak Gömbös oldalára. És ami lényeges, hogy ezt a témakört vagy ezt a kérdéskört lezárjam, végre 1923. októberében Gömbös Gyula megszólal kölcsönügyben, és amit két beszédet is mond, részben a saját választói előtt, részben a parlamentben, és azok a beszédek, amelyek elhangoznak, azok valójában arról szólnak, hogy ő igazából elvileg nem ellenzi a kölcsönt. Neki nincs baja önmagában véve, hogy Magyarország külföldi kölcsönt akar felvetni, ő egyetlen egy dolgot ellenez, ez pedig az, hogy a kölcsönnek politikai feltételei legyenek, tehát az, hogy Magyarország szuverenitását korlátozó jelenségekhez vagy folyamatokhoz kapcsolják a kölcsönfelvételnek a kérdését. És akkor így jutunk el végül is oda, hogy ha konklúziót kellene megvonnunk, akkor az 1923-as évben, ha a nagy reformok elmaradását kérnénk számon Bethlenen, akkor azt mondhatjuk, hogy ez azért volt, mert hogy Bethlen a politikai erőfeszítéseit láthatólag két területre fókuszálta, méghozzá alapvetően sikerrel. Az egyik a népszövetségi kölcsön megszerzésének az ügye, amely nagyjából azt mondhatjuk, hogy 23-24 fordulóján, tehát a tárgyalt időkeretünknek a végére jutott egy olyan fázisba, vagy egy olyan periódusba, amikor Bethlen már valóban azt mondhatta, hogy bizonyos feltételek mellett, de Magyarország fog tudni külföldi kölcsönt felvenni.
illetőleg a másik tényező, amely hát az energiáinak a jó részét felemésztette értelemszerűen, az a párt egységének és parlamenti többségének a megszerzése. És hogy itt mennyire összefügtek a dolgok, nagyon jól és árulkodóan mutatta, még egy apró adalékként hozzátársítva, hogy ugye, mint ahogyan jeleztem, augusztus 3-a volt a nyílt különválás a fajvédőkkel, és mikor következik be az a pillanat, amikor Gömbös benyújtja, vagy bocsánat, Bethlen benyújtja a parlamentben a földreform kiegészítéséről szóló törvényjavaslatot, augusztus 9-e. Tehát teljesen egyértelmű az időbeli párhuzam és az összefüggés is, hogy ha az egyik csoport a nyílt ellenzékiséget választja, akkor ő kézgesztust tenni a másik csoport felé, a nagyatádi csoport felé, annak érdekében, hogy ők továbbra is a párton belül maradjanak és támogassák a politikáját. Van azonban ennek a történetnek még egy vetülete, vagy még egy iránya, és ez már a mondanivalómnak a vége felé fogok majd járni. Nevezetesen, hogy ugye itt jeleztem itt már korábban is, hogy a 22 és főleg a 23-as évnek a nagy része parlamenti szempontból azzal telt el, hogy itt a felhatalmazási vitákkal foglalkozott a parlament, itt rengeteg ilyen ügy és téma zajlott le, ezek hosszú, elnyúló viták voltak. És ha szigorúan veszük, akkor Gömbő, vagy Bethlen, bocsánat, mindig keverem ezt a szóval ezt a két szemét, szóval Bethlen István a minisztertanács előtt már 1922. májusában, ennek megvan az írásos bizonyítéka, felvetette annak a lehetőségét, hogy amennyiben a jövőben is az történik, mint ami 1920 és 22-ben zajlott. Nevezetesen, hogy a Nemzetgyűlés rengeteg politikai vitát folytat, méghozzá olyan politikai vitát, amelyek akadályozzák azt, hogy bizonyos törvényjavaslatokból viszonylag hamar törvény legyen, vagy törvény előre emelkedjen. Sőt, Bethlen még keményebben fogalmazott, és azt mondta, hogy szerinte ez az első Nemzetgyűlés tevékenységének nagy része ilyen meddő és értelmetlen politikai vitákkal folyt le, és ebből levonta magának a konklúziót, amely konklúzió úgy hangzott, hogy ezt csak úgy lehet felszámolni, ezt csak úgy lehet megszüntetni, ha szigorítják a nemzetgyűlési tárgyalásoknak a házszabályait. Akkor még úgy fogalmazott 22 nyarán, vagy pontosan 22 májusában, hogy legjobb lenne visszatérni Tisza István század előn bevezetett házszabályaihoz. És ami érdekes a mi szempontunkból, az, ami történt 22 második felében és 1923 folyamán, az láthatólag megerősítette Bethlen Istvánt abban, hogy házszabályszigorítás kell, és hogy csak miután megtörténik a házszabályszigorítás, csak utána lehet előállni nagyobb horderejű politikai reformokkal, vagy politikai kérdésekkel, vagy politikai ügyekkel. Ilyen értelemben véve valóban ez a forgatókönyv érvényesült a későbbiekben, hiszen ugye az 1924-es évnek a nagy politikai ügye vagy témája, az valóban a házszabálymódosítás kérdése volt. Itt persze vissza lehet kérdezni még, kicsit lezárva a témát, hogyha ez valóban így van, akkor miért csak 1924 végén jött elő ez témaként? Miért csak 1924 végén hozta ezt elő a Bethlen kormány? Én ezt logikailag nem tudok más magyarázatot találni erre a halogatásra, valószínű magyarázatként, hogy ebben valószínűleg némi aggodalom is szerepet játszott. Aggodalom abban a tekintetben, hogy vajon sikerül-e ezt keresztül vinni nagyobb konfliktusok nélkül. Nem lesznek ebből komolyabb politikai viharok, és itt ugye ne felejtsük el, hogy Bethlen István már a század előn is ott volt a magyar politikai életben, és a század előn a házszabálymódosítások ügye az óriási politikai visszhangokat váltott ki. Kormányok, Tisza István kormánya bukott meg például ezzel kapcsolatosan, tehát joggal gondolhatta Bethlen, hogy ez egy nagyon kényes téma, egy nagyon kényes ügy, és talán a halogatásban az is szerepet játszhatott, hogy próbálta húzni az időt ezzel, hogy minél később vezesse be. De a logikai rend akkor is érvényes volt, és akkor is fennmaradt, nevezetesen a 23-as parlamenti viták tapasztalatai alapján előbb kell jönnie a házszabályreform kérdésének, előbb is jött 1924 végén, és csak utána kell jönnie a többi nagyobb horderejű politikai reform ügyének, alkotmányjogi reformnak, és így is történt, mert hogy 24 vége, mint ahogyan mondtam, ugye a házszabályreform kérdése, és mikor áll elő a Bethlen kormány a választójogi reform törvényjavaslatával 1925 tavaszán. Tehát az időbeli és logikai összefüggés ilyen értelemben teljesen egyértelmű és világos, és az, hogy ez így zajlott le, ebben az én véleményem szerint az 1923-as év politikai eseményeinek a tapasztalatai meghatározó szerepet játszottak Bethlen István számára. Köszönöm szépen a figyelmet!